A Föld mindig alattad van, ez a Föld fölött keringsz. 350 km magasan, 90 perc alatt megkerülöd a Földet. Rendhagyó órára gyűltek össze az IQ pontosok Farkas Bertalan élménybe számolójára. A dandártábornok az űrhajózással felkészüléssel kapcsolatban az idegen nyelvek ismeretét is kiemelte, elsősorban az angol és orosz nyelveket említve. Amit én végigcsináltam, az a napjainkban sem egy elveszett dolog, és biztos vagyok benne, hogy amikor a mostani gimnazista korúak lesznek 35-40 évesek, akkor, ha megfogalmazódott bennük az, hogy netalántán az űrkutatás környékén fognak dolgozni, az nekem már egy óriási eredmény. Az előadáshoz egy kiállítás is kapcsolódott, ahol a diákok az űrutazás témakörében készült munkáikat mutatták be. A zsűritagok dobogósai mellett Farkas Bertalan külön díjast választott. A képet Skiba Barna készítette, aki inkább grafikákon szokott dolgozni, később tetoválóként szeretne elhelyezkedni. Legutóbbi munkáján Farkas Bertalant ábrázolta. Festeni nem nagyon szoktam, Farkas Bertalanról szól a képem. Hát grafitt is van benne, vízfesték, tempera, ezekkel dolgoztam. A dandártábornok azt mondta, egyik nagy álma, hogy részt vehessen a második magyar űrhajós felkészítésében. Visszajöttem a világűrből, született két fiunk, a Bertalan és Ádám. Egyik sem lehet űrhajós, mert az édesanyjuk megtiltotta, hogy fölfelé nézzenek. Hozzátette, bár gyerekei nem lettek űrhajósok, három kisunokája közül ketten ezzel szeretnének foglalkozni.